Sziasztok, nagyon percek nézők, ez itt az NBA Makogó, és vészesen közeledünk az NBA rájátszásához. Most már minden csapatnak nagyjából csak 10-12 mérkőzése van. De amíg el nem érünk a rájátszásokat, addig arra gondoltam, hogy érdemes egy olyan témát kibontani, ami igazából minden csapatot, minden csapat szurkolóját érdekelheti. Ez pedig nem lenne más, mint egy erős sorrend a jelenlegi NBA csapatok franchise playerei per legjobb játékosai között. Segítségül hívtam 7 NBA szakértőt, akiknek adok a véleményükre, ilyenek például a kelet-nyugaton a srácok, vagy például a már megboldogult NBA1.hu szerkesztő társaim, hogy rakjanak össze ők is hozzám hasonlóan egy 30-as sorrendet, válasszák ki egyáltalán, hogy melyik csapatban ki az aktuális franchise player, illetve legjobb játékos, és rakják sorrendbe ezt 1-től 30-ig. Érdekes dolgok és eredmény született, azt kell mondjam, de kialakult egy 30-as sorrend, amit az átlagos helyezések alapján tudtam kiszámítani. Fontos volt, hogy a játékosoknak a jelenlegi erejét vizsgáljuk, tehát labor körülmények között mondjuk ugyanazokkal a csapattársakkal mire lenne képes X vagy Y, és ne mondjuk a jövőbeli teljesítményt vizsgáljuk, ne a múltbeli teljesítményt vizsgáljuk, hanem hogy jelenleg egy-egy játékos milyen erőt képvisel. A 30. helyen konszenzus döntés született a New York Knicks-szel kapcsolatban, akik hát lehet, hogy a Kristaps Porzingist megtartják, akkor jóval előrébb végeztek volna ezen a listán. Érkezett szavazat Dennis Smith Jr.-ra, illetve DeAndre Jordan-re is. Jordan érzésem szerint a szezon végével valószínűleg le fog lépni. Dennis Smith Jr.-nak sincsen szerintem kőbe vésve a franchise player jogosultság ennél a csapatnál. Értelemszerűen, hogyha a Knicks úgy vásárol be a nyáron, ahogy azt jelen pillanatban tervezik, akkor nem feltétlenül Smith-re fogunk majd, mint az első számú opcióra tekinteni a jövő évi Knicks-ével, úgyhogy szerintem megérdemelt ez a 30. helyük. 29. helyen a Miami Heat áll, ahol Josh Richardson és Hassan Whiteside osztozott a szavazatokon. Ugye Josh Richardson az idei szezonban vezeti a Heat-et pont átlagban, és nagyon-nagyon szép fejlődést mutat be a csapatnál. Ugye Whiteside-nál picit arról beszélhetünk, hogy egy nagy ígéret, ami nem feltétlenül lett beváltva, de az egész Heat-nél azt érzem és azt gondolom, hogy LeBron James távozása óta keresik a franchise player-t. Most ugye azért látszik, hogy Dwayne Wade búcsú turnéján nagyon-nagyon oda teszik magukat és csapatként funkcionálnak, hogy Wade-et bevigyék még egyszer utoljára a rájátszásba, és én ezt szívből remélem, hogy ez sikerül is nekik, és Wade-től látunk még valami ikonikus pillanatot majd az idei rájátszásban. 28. helyen a Cleveland Cavaliers szállal, a szavazatok többségét Kevin Love kaparintotta meg, de érkezett Vox Colin Sextonra is, aki egy egészen jó újonc szezont rak össze, és egyébként akibe bele lehet látni azt, hogy a következő évek Cavaliers-ének egy alapköve lesz majd az irányító pozícióban. Kevin Love ugye abban a kevéske mérkőzésen, azon a közel 20 meccsen, amikor játszott, akkor nem is volt olyan vízesen rossz a Cavaliers mérlege, de nála már talán a Minnesota Timberwolves-os idejében is láthattuk azt, hogy nem egy olyan játékos, aki úgy szívesen építesz csapatot, mint ő az első számú opció. 27. helyre a Chicago Bulls jött be, és egyébként jól megfigyelhető, hogy inkább itt a lista vége fele látunk olyan csapatokat, ahol egynél több játékosra is jöttek szavazatok, ahogy haladunk előre, hogy egyre kevesebb csapatnál lesz az, hogy megosztva vannak a szavazatok. Hát a Bullsnál ugye Laurie Markkanen és Zach LaVine osztozkodott a szavazatokon. Markkanen szerintem egy teljesen reális opció, mint a következő évek Bullsának meghatározó franchise playere, akár alapköve, esetlegesen második opciója, de érzésem szerint a jelenlegi Bullst azt még egyértelműen Zach LaVine cipeli előre. És azért a Bullsnál is el kell mondani, amit a Cavaliersnél is el lehetett volna, hogy azért itt már nagyjából csak egy-két draftra vannak, és azért a pofás jövőkép az kezd kialakulni. 26. helyen ismét egy csikó csapat áll az Atlanta Hawks személyében, ahol Trae Young gyűjtötte be a voksok többségét, de kapott szavazatot John Collins is, hiszen egy nagyon ígéretes második évet rak le. Hát elsősorban én úgy érzem, hogy Trae Youngra kell itt fókuszálni, mert amit az All-Star Gála óta csinál, az egészen félelmetes, és érzésem szerint az ezen első fele az inkább arról szólt, hogy szokta az NBA ritmusát, próbálta felvenni azt, hogy miben különbözik az NBA a profi kosárlabda mondjuk az egyetemi bajnokságtól, és ez nagyon-nagyon jól ment neki, és kijelenthetjük azt, hogyha ebben a mederben tudja folytatni
a karrierjét akár a második évében, akkor már nem annyira elrugaszkodott az a sok jóslat, ami a draftolásakor Steph Curryhez hasonlított a Youngot. Én kívánom ezt neki, és úgy érzem, hogy ezzel a két játékossal a Hawks a következő években meglehetősen szép helyzetbe hozta magát. Egy-két jó igazolás, talán még egy jó draft, és visszakerülhetnek a keleti rájátszásba. 25. helyen a Clippers áll, akiknek nincs franchise playere. Ezt az is jól mutatja, hogy három fele osztottak el a szavazatok, többség Dalino Gallinari-na érkezett szavazat Lou Williams-re, de még Montrezl Harrell is kapott szavazatot. Egyik se egy vezértípus, ugye hát Lou Williams nem kezdett idén például mérkőzésen. Gallinari, ahol játszott eddig minden verben, mind a Knicksben, most itt a Clippersben is azt érezni, hogy kell mellé ember, nem fog egyedül egy csapatot cipelni. De jól működik ez a Clippers, tehát egy csapategység az van, rájátszásban is érzésem szerint azért borsot törhetnek az orrak alá, szóval nem mondom, hogy nem kell csapatba franchise player, de azért látjuk, hogy ilyen szinten azért ki lehet hozni komoly sztár nélkül egy jó csapatot. Egyébként gondoljunk például a 2004-es Detroit Pistonsra, akik valami hasonlóval megnyerték a bajnokságot, Chauncey Billups, Rip Hamilton, Ben Wallace egyik se volt egy tipikus franchise player. Nem ez a jelenkori NBA-nek az útvonala, de a Clippers megpróbál ellenkező irányba evezni, és azért látjuk, hogy azért valamennyire sikerrel teszik. 24. helyen a Sacramento Kings áll, ahol De'Aaron Fox vitt el a szavazatok többségét, kapott szavazatot Buddy Hield, illetve Harrison Barnes is. Én Foxban azt látom, hogy egy meghatározó irányítója lehet az NBA-nek, egy igazi vezéregyéniség. Talán Hield és talán Barnes is egy kicsit hátradőlősebb játékos, inkább epizód szereplőknek mondom őket, mint vezéregyéniségnek vagy franchise playernek. De a Kings az idei szezonban azért már nagyon nagyot lépett előre. Ugye draftjoguk nincsen, hogy a Boston Celtics választhat majd, de szerintem a szabadügynök piacon mindenképpen szereplők lehetnek. És De'Aaron Fox-ra szerintem oda kell figyelni, mint a jövő NBA-nek a meghatározó kis embere. Végre elérkeztünk egy csapathoz, ahol csak egy emberről kell beszélnem, hogy a Mike Conley és a Memphis Grizzlies tanyázik a 23. helyen. Hát Mike Conley-t 2021-ig köti szerződés a Grizzlieshez, mellette már elindult az újjáépülés, a fiatalitás, elcserélték Marc Gasolt, jönnek be a fiatalok a draftról. Jó játékos Mike Conley? Igen, jó játékos Mike Conley. Építeném rá a csapatomat 31 évesen ennyi sérüléssel a múltjában? Semmiképpen sem. 22. a Nets és D'Angelo Russell, aki óriásit fejlődött ebben a szezonban, és azért most már látjuk, hogy nagyon-nagyon jót tett neki, hogy kikerült a Los Angeles-i Rivalda fényben, azért a második évében a Netsben most már igazán látjuk, hogy ő egy tényleg egy vezéregyéniség típus, aki még mindig csak 23 éves, és még mindig nem látjuk, hogy mi a max nála. Ugye a szabadügynökös videómban már beszéltem arról, hogy szerintem egy óriási hibát követne a Nets, hogyha hagynák őt elengedni, és hogyha marad a Netsben, akkor se feltétlenül biztos, hogy nagy baj az, hogyha mellé érkezik még talán egy nagyobb cápa, mert ugye a Netsnek bőven lesz pénze költeni, de én azért látom azt, hogy egy alapkő csapatban, nagyon fiatal még, és érzésem szerint még látunk tőle ennél sokkal többet is. A 20. helyet kettő csapat között kell elosztani, ugyanis hát pontosan ugyanarra a számra jött ki átlagban a Dallas Mavericks és a Phoenix Suns együttese. Érdekes módon mind a két csapatnál végül is két játékos lett jelölve franchise playernek, de csak egy-egy szavazatot kapott Kristaps Porzingis és DeAndre Ayton, a többségét ugye természetesen Luka Doncic és Devin Booker vitte el. Kezdjük a Mavericks-el, ahol hát két csillogó tehetség van most a rosteren, mondhatjuk, hogy ha minden összeáll, akkor ez a két játékos, ez két unicorn is lehet az NBA-nek, ugye az egyiket már így hívják, de két elképesztően különleges játékosuk van Luka Doncic és Kristaps Porzingis személyében. Én még azt is belelátom, hogy ha Porzingis egészséges tud maradni hosszú távon, akkor ő lesz az inkább az alapkő, és Doncic inkább majd próbál hozzá azonosulni, inkább folyékonyabb játékosnak gondolom őt, aki fel tud venni egy szerepet. De hogyha Doncic lesz az, aki a következő 5-10 évben MVP szintű játékot mutat, és Porzingis próbálja majd
segít elő az ő játékát, azon se fog meglepődni. A lényeg, hogy a Mavericksnek továbbra is nagyon okosan kell építkezni, mert két ilyen játékos mellé egyébként nem kell túl sok elemet oda rakni, hogy ez a csapat könnyen bajnok esélyes legyen. A Sunsnál Devin Booker még mindig csak 22 éves, és ellentétben DeAndre Aytonnal tele van gyilkos ösztönnel. Ezért is gondolom Bookert az egyértelmű franchise playerének ennek a csapatnak. Az, hogy 5 évre hosszabbított, az egy nagyon megnyugtató tény a Sunsnak, mert azért most már 10 éve tartó szenvedésben Booker lehet az egyetlen kiút. Más kérdés, hogyha a pingponglabdák egészségesen és szerencsésen pattannak, akkor mind Zion Williamson, mind Ja Morant segíthet ennek a csapatnak, és azért most már 3 ekkora tehetséggel azért most már ideje lenne nekik is felfelé elindulni. 19. helyen a Utah Jazz áll, ahol Donovan Mitchell mellett kapott szavazatot Rudy Gobert is. Megértem, hiszen Gobert védekezését azt egyszerűen nem lehet eltörölni, de azt hiszem, hogy a játékosok megítélése az mindig inkább a támadó oldalon történik. Ezért is gondolom én magam is azt, hogy Donovan Mitchellre kell itt elsősorban figyelni. Ugye későn jött az NBA-be, tehát 3 évet járt egyetemre, ugye ugyanannyi idős, mint Booker, noha Booker már 2 évvel régebb óta a ligában van, de Mitchellnek szerintem abszolút a javára vált ez, hogy nem egyből jelentkezett be a draftra, hosszú éveken keresztül lehet a Jazz meghatározó játékosa, és jó látni azt, hogy nem kapta el a sophomore slump sem, hanem egy kiugró újonc azon után még tudott rárakni egy kicsit egy lapáttal. 18. helyen a Washington Wizards áll, ahol Bradley Beal és John Wall osztozott a szavazatokon. Nem röhelyes egy picit, hogy osztozni kell a szavazatokon, miután John Wall 4 évre 170 millió dollárért hosszabbít? Picit fura ez a helyzet a Wizardsnál, mert hol az egyik játékos sérült, hol a másik játékos sérült, ugye mostanában inkább John Wall, de amikor együtt vannak a pályán, akkor sem megy azért a kémia olyan szinten, hogy azt elképzelnék egy ekkora tehetséggel teli hátvédduónál. Lesz még 2 évük, hogy összerakják ezeket a dolgokat, mert egyébként egyenként külön-külön mind a két játékos kiemelkedő, együtt valamilyen nem jön össze, és hát valójában a csapattársakkal sem voltak az elmúlt években teljesen kisegítve. A 17. hely birtokosa Nikola Vucevic és az Orlando Magic, szintén beszéltem már Vucevicről a szabadügynök videómban. Érzésem szerint a liga egyik legalul értékeltebb magas embere, aki hogyha James mellett játszon a Lakersben, vagy Cousins helyén játszon a Warriorsban, akkor lehet, hogy már superstar státuszba lépett volna. Nagyon-nagyon nagy hibát követel, érzésem szerint a Magic, hogyha hagyja őt elengedni, mondván a fiatal mag azért jó pár éve mögötte van, és nagyjából próbáljuk egy korosztályra hozni a csapatot. Vucevic szerintem, ha marad, ha megy, továbbra is nagyon-nagyon jó játékos lesz, és ezt nem azért mondom, mert nagyjából már 20-an jeleztétek felém, hogy hasonlítok Nikola Vucevicre, nem hasonlítok Nikola Vucevicre, jó? Tehát semmilyen hasonlóság nincs köztünk, most még szőrösebb vagyok, én nem látom, felejtsük ezt el, jó? Köszi. 16. helyen a San Antonio Spurs áll, ahol DeMar DeRozan kapta a szavazatok nagy többségét, LaMarcus Aldridge-ra csöpögött 1-2 szavazat. Aldridge-nál picit az az érzésem, mint Aytonnál, hogy tehetsége alapján lehetne franchise player, de ugye láttuk, hogy Shelly-Lard mellett nem volt az, és érzésem szerint a Spursben sem az DeRozan mellett. Talán a gyilkos ösztön, ami hiányzik belőle, de ő inkább szerintem egy tipikus másodhegedűs. DeRozan azért egy nagyon-nagyon univerzális játékos lett az elmúlt években, annak ellenére is, hogy ugye az idei szezonban egészen hihetetlen módon a tavalyi 89 bedobott triplá után idén tart 7 bedobott hármasnál, kicsit átalakult a játéka a Popovics keze alatt, és picit talán úgy érzem, hogy a Spursben még alul is van értékelve, mert azért a Spurs nem arról híres, hogy igazán nagy szupersztárokat hoz ki, de Rosa is talán most így Popovics keze alatt abba a területre érkezett a szakértők és a nézők szemében, hogy ja, hát Spurs játékos teszi a dolgát, de ő benne szerintem azért több van, mint mondjuk amit a statisztikái mutatnak. Ennyi fért bele ebbe a részbe, de belefér sokkal több is, és hát van mit kitárgyalni, úgyhogy irány a komment szekciós, írjátok meg, hogy ki az, aki túl elő volt, túl hátul volt, tippeljétek meg, mi lesz a top 15, egyáltalán rakjátok össze a saját 30-as listátokat, nagyon érdekel, hogy kit hova helyeztek el,
és hogyha repülnek a lájkok és jönnek a feliratkozások, akkor hamarosan érkezik majd a top 15-ös videó is, ahol hát kiderül, hogy kit gondoltunk a legjobb franchise playernek, tehát kiket gondoltunk a legjobb franchise playereknek a ligába. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!